Szevasztok srácok, a mai nap nem más fogunk csinálni, mint kipróbáljuk a Molimo legújabb családtagját, ő egy A-merci, és ezt adták hozzá most a flottához, ezt fogjuk ma kipróbálni, és Lacit hívtam amúgy ma segítségül, és közben fel is hívott, amúgy felé tartok most, hát szeretne valamit mutatni. Tuti egy csuka lesz, mert ugye tudjátok, hogy hatalmas cipőgyűjtő a gyerek, kíváncsi vagyok a cipőjére, és menjünk az A-mercihez, mert ugye erről fog most szólni a videó. Cső. Na, mutasd mi a legújabb szerzeményed. Yeezy Season 7 papucs, most szereztem be, de még. És mielőtt beleugrunk mindenbe, hogy mit tud ez az autó és milyen funkciói vannak, előtte el akarom mondani, hogy ezt az autót nem 66 forintért tudjátok percenként bérelni, hanem 111 forintért. Nem arról szeretnék most beszélni, hogy milyen szolgáltatás most ez a MOL Limo, mert arról már volt egy videóm, amit ebben vagy ebben a sarokban tudtok megnézni, ahol bemutatom a szolgáltatást, mit kell ahogy csinálni, hogy kibéreljetek egy ilyen autót. Inkább most ez a videó az A-mercire fókuszál, vagy ezt akarom nektek bemutatni. Szóval, hogy mit kell tudni ezekről a mercikről, ez az A200-as 2019-es A-merci, ami 163 lóerő és 250 Nm nyomaték van benne, 1.3-as turbóbenzines motor van bennük, és sokkal jobb vezetési élményt ad mondjuk, mint egy E-App vagy egy App, és hát teljesen más autóhoz, mint az App, sokkal nagyobb. Az App az tényleg nagyon király városi közlekedésre, meg az E-App is. Ugye főleg az E-App, mert elektromos, mint van egy közép kijelző is, ami az App-ban és az E-App-ban nincsen, és nagyon szépen meg van oldva. Egy ilyen központi kijelző van így a kocsiban, nem úgy, mint a Teslánál, hogy itt oldalt, és ezt a részt megcsinálták egy egészet kijelzővé. A Mercedes ezt úgy hívja, hogy teljesen emberközpontú interfésszel van ellátva az autó, amivel még különbözik az App-tól és az E-App-tól, az nem más, mint hogy van benne egy head-up display, ami tök király, biztos láttatok ilyet, hogy itt az autónak a szélvédőjére vetíti rá azt a fontos információkat, amiket mi kiválasztunk rá, valamint egy MBUX nevű Augmented Reality. Arról szól ez a funkció, hogy ugye, ahogy mondtam, a kocsi tele van érzékelővel és kamerákkal, és ezt kihasználja az autó, és ilyenkor a közép kijelzőn láthatjuk így hát elfelezve félig a térképet, hogy mi hol vagyunk most, és láthatjuk a valóságot. A valóságot kiegészíti virtuális objektumokkal, például az, hogy a következő utca képét látod, és ott majd lesz egy ilyen mondjuk egy kék nyíl, hogy neked jobbra vagy balra kell éppen menjél. Ugye a Mercedesnek is van egy ilyen funkciója, mint a Siri. Ugye akinek iPhone-ja van, az tudja, hogy ennyit kell mondanunk hozzá, hogy Hey Siri, és ilyenkor aktiválódik. Na, ez a Mercinél sincs más, hogy csak kicsit átalakították úgy, hogy Hey Mercedes, ezt kell neki mondani, és ilyenkor le tud gépelni egy SMS-t, és elküldi annak, akinek szeretnénk. And of course by natural voice control too. Hey Mercedes, play me some electronic music. Akkor most üljünk be és próbáljuk ki, hogy milyen az A-merci. És ezt figyeljétek, itt mutatja a kijelző, hogy hogy néz ki az autó, és ha rákattintok a kocsira, akkor itt tudom pörgetni, és minden információt meg tudok róla nézni, szerintem tök király. És most jön az a rész, amire általában minden autónál mindenki kíváncsi, hogy mennyi idő alatt van 100-on, úgyhogy ezzel az A-mercivel is ezt kipróbáljuk. 3, 2, 1. Ott van, 70, 80, 90, 100. Hát igazából ennyi lett volna ez az A-mercis videó, ha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan találkozunk, addig is sziasztok!